Megtörtént az éves karbantartás a Szekszárdi távhőszolgáltatónál. Most már biztonságosan nekivághatnak a fűtési szezonnak. A szabályok szerint a cégnek már szeptember 15-től készen kell állnia arra, hogy elindítsák a fűtést, hiszen ekkortól a társasházak közös képviselői már kérhetik a szolgáltatást. Többen éltek is ezzel a lehetőséggel. 5600 lakásunk van, ez egyszerre nem fog menni, hát ahogy folyamatosan kérik, úgy indítunk, vagy pedig, hogyha eléri azt a hőmérséket, amikor egyébként is elindítanánk, de ez itt azért az, hogy éjszakai hidegek vannak, azért valószínűleg előbb fogunk indulni, mint az átlag hőmérséklet megköveteli. A távhőt a szabályok szerint akkor kéne csak beindítani, amikor a hőmérséklet egymás utáni 3 napon 12 Celsius fok alatt és 1 nap 10 Celsius fok alatt van. Csukla Tibor, a szolgáltató cég vezetője elmondta, ők elvégezték a karbantartási munkálatokat, de nagyon fontos, hogy a lakástulajdonosok is átnézessék fűtési rendszerüket a szolgáltatás zöggenőmentes működéséért. Föl kell tölteni a rendszereket, hogyha le voltak üdítve, ki kell légtanítani mindent központilag. Ezért kérjük a lakókat is, hogy issák ki a radiátor szerepeket, ez nagyban megsegíti azt, hogy a fűtésindítás sikeres legyen. A légtanítésbe is segít meg hát az, hogy látjuk azt, hogy hol indul el a fűtés, hol nem. A szakértő azt kéri, ha problémát észlelnek a lakók, akkor azt mindenképpen jelezzék a szolgáltatónak vagy a házuk közös képviselőjének.